Bemutatta előválasztási programját a Momentum, amely az Új Magyarország terv nevet viseli. Ebben részletesen kifejtik az eddig elhangzott vállalásokat, hogy kormányra kerülésük esetén átalakítják az oktatást és az egészségügyet, 4 napos munkahetet vezetnek be, és bevezetik az eurót. Vendégünk Fekete Győr András. Jó estét kívánok, elnök úr. Jó estét kívánok. És miniszterelnök jelölt úr. Jó estét kívánok. Őszintén szólva nekem ez a 330-300 napos különböző szakaszolású kormányzati tervsorozat, amit nyilvánosság elé tártak, ez leginkább arról szól, hogy hogyan lehet számon kérni az elmúlt 10 évet. És sokkal kevésbé arról, hogy hogyan lesz ebből újabb sikeres 10 év. 2 tervet mutattunk be. Az egyiket múlt hét, előtti hét vasárnap, akkor is beszéltem, Krug Emiliával beszéltem akkor, az az új rendszerváltás terve, amiben érintettük a felcsúti per kérdését, a kastélyadót, magánrepülőadót, korrupciós ügyészség felállítását. Ez arról szól, hogy az Orbán rendszert hogyan bontsuk le. Most hétvégén 9 új szakpolitikus társammal közösen pedig az Új Magyarország tervet mutattuk be, amiben, ahogy önök is említették, szó van arról, hogy az eurót Magyarországon be kell vezetni, szó van arról, hogy heti 32 óra munkával termeljük meg azt az értéket, amit ma 40-nel termelünk meg, mint ahogy az egyébként Hollandiában, Ausztriában vagy Franciaországban történik. Szó van arról, hogy rugalmassá tegyük a nyugdíjrendszerünket. Tehát egyéni nyugdíjszámlán gyűjtsük a pénzt, a nyugdíjjárulékba befizetett pénzt, és 35 év felett ezt ki tudjuk venni, hogyha úgy adódik a helyzet. Valakit és nem az állam fogja elvinni? És nem az állam viszi el a nyugdíj megtakarítást. És nem az állam viszi el a nyugdíj megtakarítást. Ezt én értem, és ebből bizonyos elemekről mi már beszélgettünk is, és ezt senki ne úgy képzelje, hogy mit tudom én, a Momentum kormányra jut, más pártársaival együtt, és akkor 22 nyarától euróval fizetünk, és már csak 4 napot kell dolgozni, mert ezek távlati tervek. Így van. Ez egy útvonal, amin végig kell menni. Így van, ön pontosan azt vetette fel, hogy a következő 10 évben Magyarország milyen irányba fog menni, és én abban hiszek, hogy az ellenzéknek szüksége van arra, hogy elképzelésekről, jövőtervről, programokról és ennek megvalósíthatóságáról beszéljünk. Akkor viszont amit tudunk konkrétak lenni? Amit mi bemutattunk, az egy előválasztási program. Jó, tudunk konkrétak lenni? Hogyne. Mit terveznek az adórendszerrel? Az adórendszerrel az igazságosság elvét tervezzük, egyébként ezzel a többi ellenzéki párttal is egyetértünk. Olyan adórendszerre van szükségünk, ahol azok, akik nagyon gazdagok és többet vihetnek haza, ők ezzel arányosan vállalják a közterheket. Tehát ez egy többsávos adórendszer? Ez egy többsávos adórendszer, konkrétan az a mi javaslatunk, hogy az 1 millió forint feletti jövedelmek, azok 25%-os személyjövedelemadóval adózzanak, minden más az 15%-on maradjon. A legkevesebb jövedelműek is 15%-ot fizessenek? A legkevesebb jövedelműeknél bérkiegészítő adójóváírást javaslunk, ez az Amerikai Egyesült Államokban történik. Itt a 15%-os adót, amit egyébként fizetne, azt megtarthatja magánál. Családtámogatások átrendezése, sőt rendszer, ezzel kapcsolatban milyen elképzeléseik vannak? A családtámogatásnál a családi pótlékot emelnénk, és ebből tennénk arányossá a családtámogatási rendszert. Tehát a szociális alapokon nyugvó támogatásokat nevelni. Ma ugye minél több gyereket vállal valaki, akkor annál több pénzt kap. Mi azt szeretnénk, hogy a családi pótlék radikális megemelésével azok is, akik szegényebbek, meg azok is, akik gazdagabbak, ők egyébként egyenlő arányban részesüljenek. Tehát ott a gyerekszám nem számítana? Ott a gyerekszám ilyen szempontból nem számítana, a családi pótlék összege, ami egyébként 2010 óta nem változott, és nagyon kevés pénz, annak a megemelésére lehet vitatkozni, hogy ez megduplázás, megtriplázás legyen, ezt majd a koalíciós partnerekre bízunk. Amik viszont ma a családtámogatásban szerepelnek, amiről Novák Katalin azt szokta mondani, hogy megoldották a családok problémáinak jelentős részét, azok a megoldások maradnak? Itt a csoktól kezdve a felújítási hitelekig számtalan dolgot lehet említeni. Lesznek olyan dolgok, amik maradhatnak, de azt az ellenzéki pártokkal kell megbeszélnünk, hogy mik lesznek. Ezzel most egy pillanatra zavarba hoztam. Ez ügyben nincsenek kész a tervek? Mert mit kezdenének a csokkal például? Mert a kormányprogramnak a kidolgozása az mostani őszi időszakra vonatkozik, a közös miniszterelnök jelöltel. Tehát mi minden konkrét intézkedést nem kívántunk lefektetni, mi nagyobb jövőképeket igyekeztünk lefektetni ebben a programban. Jó, de akkor ebben a jövőképben milyen szerepet játszik az, hogy kifejezetten a gyerekes és házas párokat támogassa az állam? Mert ugye a jelenlegi helyzet az erről szól. A kormánynak a családtámogatási rendszerével
Az a baj, hogy amit ő ösztönözni szeretne, az a gyerekvállalás ugyebár, és ezt nem tudta elérni. A gyerekvállalást azt úgy lehet elérni, hogyha rugalmas munkaidőt, rugalmas foglalkoztatást vezetünk be az embereknek. Mert a nők is, meg a férfiak is akkor tudnak a családdal foglalkozni, hogyha nem heti 40-45 órát robotolnak, hanem heti 32-34 órában dolgoznak otthon. Akkor lesz idő a családra és a család alapításra. És mi egy olyan gazdaságpolitikát és jövőképet vázoltunk fel, ami ezt lehetővé teszi. Ehhez egyébként finn típusú oktatást kell bevezetni az iskolákba. Mert mi azt szeretnénk, hogy minőségi legyen az oktatás, hogy szabad legyen a tankönyvválasztás, és hogy a tanároknak a bére az elérje azt a szintet, amit egyébként a diplomás átlagkereset jelent ma Magyarországon. Presztízs legyen tanárnak lenni, és ne gazdasági csőd? Finnországban 10-szeres a túljelentkezés a tanárképzésre. Ott ez magas presztízsű szakma. Magyarországon is legyen az. Így volt régen nálunk is, de az 100 évet vissza kell nyúlnunk, hogy erre igazán emlékezzünk. Mi lesz a munkanélküli ellátással, ha önökön múlik? Mert ez a mostani, ez azoknak, akik bajba kerülnek, édeskevés. Ez édeskevés, hogy ez most 3 hónapra szól. Itt az előttem szólók is beszéltek arról, hogy 6 hónapra minimum ki kéne terjeszteni. Vannak, akik 9 hónapról beszélnek, mi a 6 hónapot látjuk költségvetésileg fenntarthatónak. A szempont most, hogy mit lehet ebből a költségvetésből kifacsarni, vagy most tulajdonképpen elég ígérni? Szerintem nem elég ígérni, és igenis szempont. És ha nagy a válság, akkor minden közgazdász azt mondja, hogy van, illetve lehet miből költeni. Tehát fel lehet venni hitelt egy országnak, mert az embereken segíteni kell, különben csődbe mennek. Így vannak ezek a munkanélküliekkel, meg így van ez a vállalkozásokkal is. Mi keveseljük azt, amit a kormány adott, későn, és keveset biztosította a munkavállalóknak és a cégeknek. Amikor a Momentum megjelent, akkor azt mondták, hogy 2 réteget találtak meg maguknak egészen biztosan, a fiatalságukkal, a saját korosztályukat, meg a nyugdíjasokat, mert hát olyan kisunokájukat látják magukban. Hát azóta felnőttek, de szerintem a nyugdíjasokban ez a fajta érzés, vagy egy részükben biztosan megmaradt, hogy na majd a fiatalok, majd önök. Nekik mit adnak? A nyugdíjasoknak, aki szeretne aktív nyugdíjaskort betölteni, azokat mi arra kérjük, hogy dolgozzanak tovább, extra pénzért, és utána sokkal több nyugdíjat vihetnek majd haza. Az extra pénzt hogy kell érteni? Hát, hogyha valaki betöltötte 65 éves korhatárt, és utána ő egyébként nyugdíjra már jogosult, mert ledolgozta azt az időt, viszont utána el szeretne menni dolgozni, akkor egy olyan foglalkoztatási rendszert képzelünk el, ami extra juttatást nyújt neki. Gondolom, adókedvezmények formájában leginkább, nem? Így van. És na hát, ha már ilyeneknél tartunk, és ebben vagyunk benne, azt hirdetik, hogy bérlakás programot kell indítani. Ezt valamennyi ellenzéki párt nagyjából egyféleképpen mondja. De hogy lehet csinálni? Ezt leginkább úgy, hogy ma sok barna mezős terület van Magyarországon, és ott épülnek a társasházak, épülnek az új ingatlanok. Mi elengednénk az áfát ezek után, ha és amennyiben 10 lakásonként 1 darabot az önkormányzat tulajdonába ad maga a befektető. És így azt a 1 lakást, 10 lakásonként, azt utána ki lehet adni szociális alapon a rászorulóknak. Tehát voltak éppen tulajdonért kevesebb bevételt. Hát így van. Az önkormányzat viszont nem saját maga finanszíroz. Adóterhet elveszi. Mindenkinek jó üzlet. Nagyjából. Ez én azt gondolom, hogy mindenkinek jó üzlet, igen. Na és akkor menjünk a Magyarország részvényre, az sokaknak a kedvence, mert sokan lehetett olvasni, felcsillanó szemmel nézegették, hogy akkor hogy fogunk meggazdagodni a részvény árfolyamon. Hát ez nem olyan részvény lesz feltétlenül, ami erről szól. A magyar kormány az úgy adja-veszi a különböző vagyontárgyakat, hogy arról a nyilvánosság semmit nem tud. Miközben ez a mi közös tulajdonunk. Miért? Mindig kiderül, hogyha a Magyar Nemzeti Bank vett egy festményt, vagy egy szőnyeget. Azt mindig megtudjuk. Ezeket valóban mindig megtudjuk, de ugye vannak itt a különböző Szerencsejáték ZRT, meg a Magyar Villamos Művek, és meg lehet a Posta, stb. A lengyelek és a csehek, ezeket a vagyontömegeket, ezeket szétosztották az emberek között, tulajdont adtak nekik. És mi több dolgot szeretnénk, az egyik az, hogy átláthatóvá tegyük az állami vagyonnak a helyzetét. Mindenki látná, hogy nekem, kis Pistának ennyi és ennyi részesedésem van az állami vagyonban. És ezért profitból lehet részesedni. Ez körülbelül a mai értékén 18 000 forintra jön neki per ember
családonként 60 ezer forint, ha most felosztanám a jelenlegi magyar állam vagyontömegét az emberek között. Azért az kimondható, az már valami, az belátszik. Az már valami. Persze. És nem beszélve a tulajdonosi életérzésről, amit ez adhat. Érdemes figyelni, hogy a szerencsejátékért én mennyit keresett idén, mert hogy akkor az az én pénzem is. Hát egyébként persze. Igen, sokat. Állítólag a többi ellenzéki párt egy kicsit megorrolt önökre, hogy előálltak a programmal. Mondván, hogy hát arról volt szó, hogy majd ezt közösen csináljuk, és külön-külön nem állunk a nyilvánosság elé ilyenekkel. Ebből mennyi jutott el önökhöz? Valamennyi eljutott ebből, és nyilvánvalóan lesz majd egy közös kormányprogram, erről beszéltünk. De hogyha választóknak döntenie kell, hogy ki képviselje őket majd Orbán Viktorral szemben, akkor valami alapján dönteni kell. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mi leülünk, és akkor beszélgetünk az időjárásról, vagy abban versenyzünk, hogy ki tud durvábbat mondani Orbán Viktorról. Mert Orbán Viktorról szerintem egy egyszerű állítást kell tenni, szétlopta és szétszakította Magyarországot, ezért 2022-ben mennie kell, és menni is fog. Pont. De arról beszéljünk, hogy milyen terveink vannak, milyen jövőképünk van Magyarországról. És a mi előválasztási programunk, az Új Magyarország terve, az ezt szolgálja. És mindenkit bátorítok, miniszterelnök jelölt társaim közül, hogy beszéljünk arról, hogy ki mit képzel el. Tehát inkább azt mondani, hogy a többiek is álljanak elő egy-egy ilyen tervvel? Hát szerintem ezt aztán, majd abból lesz valami? Mondják, de igen, ez egy ilyen kéretlen. Valódi miniszterelnök jelölt lesz? Vagy igazából csak azért jelentkezett be, mert hát van egy hosszú pálya, politikusi pálya ön előtt vélhetően, és ezekhez le kell tenni bizonyos szölöpöket. Tehát azt lehet mondani, hogy én már 22-ben is miniszterelnök jelölt voltam, vagy komolyan gondolja? Én egy húsvér miniszterelnök jelölt vagyok. Ezt tudom igazolni. Akit a Momentum indít, és akinek komoly elképzelése van Magyarországra, egy olyan Magyarországot szeretne, mondjuk ki 30 év után, ami nyugat felé megy. Mert nem akarjuk a honfoglaló magyarok útját visszafelé megtenni. Nekünk nyugaton van a helyünk, és minden olyan intézkedés, amiről beszéltünk, azok nyugathoz visznek minket közelebb. A rugalmas nyugdíj, a 4 napos munkahét, az euró, a finn típusú oktatás, és még lehetne sorolni. Én ezért dolgozom, és ezért vagyok én a miniszterelnök jelöltje Momentumnak. Köszönöm. Bízom benne, hogy a választók meg fogják hálálni ezt a feladatot. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.